Milyen ütemben zajlanak a nyári útfelújítások, hol táborozhatnak a vakáció alatt a budakeszi gyerekek, illetve hová zöldül tovább a település? Ezekre a kérdésekre természetesen a polgármester válaszol. Előbb azonban, ami egy önkormányzat életének az egyik legfontosabb szegmense talán, hogy milyen a közösség, milyen a közösségi élet, erről kérdezem polgármester asszony. Voltak is, lesznek is a közeljövőben közösséget összekovácsoló események. Ezekről kérném, hogy egy pár szót mondjam. Sok fontos évfordulót ünnepeltünk Budakeszin tavasszal. Kezdődött a 10 éves Keszjárt Egyesület jubileumi tavaszi tárlati ünnepségével. Hihetetlen, hogy 10 év alatt mennyi tavaszi tárlatot, karácsonyi kiállítást szerveztek, és a karácsonyi kiállítások bevételéből mindig a rászoruló budakeszieket támogatták. Szeretnénk, hogyha a művészeti élet tovább fejlődne Budakeszin, tervezzük, hogy művésztelepeket alapítunk, lehet, hogy ez a jövő évben már meg is valósul. Ennek érdekében a nyár folyamán több jól működő művésztelepre ellátogatunk, és ősztől pedig a MUMÉ-val, a Művészeti Egyetemmel, ami nem messze van a 12. kerületben Budakeszitől, felveszünk a kapcsolatot, hogy egyfajta szakmai támogatást kapjunk, úgyhogy ez a 10 év következő újabb évtizedekkel bővülhet, és talán olyan új szakmai tartalommal újulhat meg, ami új lendületet hozhat a budakeszi kulturális életében is. De emellett nagyon fontos, hogy a Diabetes Klub, rátérve az egészségre, 40 éve működik Budakeszin, nagyon sok cukorbetegnek nyújt támogatást, szakmailag is, és emberileg is közösséget találnak ott egymás között, úgyhogy ezúton is gratulálok nekik. És az egyik nyugdíjas klubunk pedig 30 éves volt az idén, a Borostyán Nyugdíjas Klub. Az ő munkásságuk pedig az itt élő időseknek az összefogásában, a problémák közös képviseletében és közös programok szervezésében nyilvánul meg. Ezek mind nagyon fontos dolgok. Számokat mondok, de a számok mögött természetesen olyan évek vannak, amikor az egyes budakeszi emberek életét segítő, szépítő egyesületek munkálkodtak itt. Ez mindig is fontos volt a mindenkori önkormányzatnak, ezért ezeket a civil szervezeteket támogatja az önkormányzat pénzügyileg is, az idejében is. Azt gondolom, ugyan polgármester azt, hogy már összevonta a kettőt, de az egészség és a lelki egészség és a kultúra, ezek amúgy is összefüggnek. Azért Erkel városában nyilván az Erkel napok is kiemelt fontosságú. Kiemelt fontosságúak, az idejében a 34. Erkel napokat ünnepeljük, a koszorúzással és mindenféle egyéb színvonalas programmal a Művelődési Központ szervezi ezt a rendezvényt, és köszönöm szépen a munkájukat ezúton is. Természetesen a közösségi élet fontos része a nemzeti összetartozás. Úgy tudom, hogy egy utat is szerveznek június elején. Június 4-e a Nemzeti Összetartozás napja, és ezen a napon látogatjuk meg a csíkszeredai testvérvárosunkat, ahol az ottani magyarsággal közösen együtt ünnepeljük ezt az ünnepet. Ez egybeesik egyébként a csíksomlyói búcsúval is, ami szombaton lesz, és oda is ellátogat az önkormányzati delegáció. Ez talán most már hagyomány is lesz, ez egy nagyon fontos együttműködés, Budakeszinek az egyik legfontosabb testvérvárosa, a külhoni magyarság miatt is Csíkszereda, úgyhogy ez a kapcsolat, nagyon sokat foglalkozunk, nagyon ápoljuk, mint ahogy egyébként a többi testvérvárosi kapcsolatot is. Ha már kapcsolat és közösségépítés, akkor így a pandémia után ezek felértékelődnek, és talán a Sörfesztiválra el tudnak jönni azok a német testvértelepülések, amelyek korábban itt voltak, de a járvány miatt nem tudtak jönni. Igen, ezeket a kapcsolatokat újra fel kell venni, eleveníteni, akkor működik egy kapcsolat, akármilyen kapcsolatról is beszélünk, hogyha ápolják. Ennek érdekében megteszünk mi is mindent, mi is hívjuk őket, és hát ezekre a meghívásokra el is megyünk. A Sörfesztiválra nagyon készülünk, nagyon sok különleges fellépő lesz. Június 17-én pénteken kezdődik, és 18-án szombaton lesz tulajdonképpen a főnap a közösségek szempontjából. A Sörfesztivál a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás szervezésében valósulhat meg, és azon a napon mindegyik tagtelepülés bemutatkozik a színpadon is, sátorral is, és ott szeretnénk megmutatni ezt a sok színűséget, ami ebben a térségben van.
Még a közösségi élethez tartozik talán az, hogy idén is mehetnek színvonalas nyári táborokba a helyi diákok. Megnéztem a programot, szerintem bárki szívesen küldi a gyerekét egy ilyen táborba, amit egyébként az önkormányzat is jelentősen támogat. A budakeszi nyári tábort az idejében is meghirdette az önkormányzatunk. Június 27-től 6 héten keresztül jöhetnek a táborba, ez egy napközis tábor, és nagyon klassz, érdekes programok lesznek, úgyhogy minden szülőnek ajánlom figyelmébe. Zeneháza, velencei tavi strandolás, külkertpark és strandolás, a budakeszi arborétum látogatása többek között, de lesz rendőrkutyás bemutató is. Szerintem ezek a programok érdeklik a gyerekeket, 16 000 forintba kerül a szülőknek, és ennél többet még hozzátesz az önkormányzat. Tehát egy hetes nyári tábor egy gyerekre kb. 40 000 forintba kerül, és ehhez 16 000 forintos támogatást kérünk a szülőktől. A nyár nem csak a nyaralás, a táborozás, a fesztiválozás ideje, hanem sok esetben a karbantartás, útfelújítás időszaka is. Jelentős útfelújítási munkálatok kezdődnek. Mikortól és körülbelül meddig tart, milyen ütemezésben, amíg a helyiek távol vannak jó esetben? Úgy lesznek az útfelújítások megoldva, hogy ne akadályozzák az érintett utcában lakók életét, de miután megújul, megszépül az utcájuk, én bízom benne, hogy megértőek lesznek a fennakadások miatt az érintett utcák lakói. Jövő héten kedden adjuk át az első munkaterületet, 4 ütemben újítunk fel Budakeszin utcákat. Ezeknek az ütemeiről az érintett lakosságot persze, hogy levélben fogjuk értesíteni, és ez közel 27 000 négyzetméter útpálya felújítását jelenti Budakeszin. Ezt még idei évben szeretnénk befejezni. Ez egy nagyon fontos intézkedés. Sok jogos észrevételt kapunk azzal kapcsolatban, hogy milyen állapotban vannak az utcák, kátyúsak, nehéz rajtuk közlekedni, ezen szeretnénk most mindenképpen javítani. Amellett bízunk benne, hogy mi hamarabb meg tud épülni a Makkosi út is. Ott megállapodtunk már azokkal a tulajdonosokkal, akiknek az ingatlanjai belelógnak az utcapályába, pályaszerkezetbe, ezért ott többnyire megvásárolta az önkormányzat az érintett ingatlanokat, velük megállapodtunk, és talán ez idejében elkezdődött az építkezés, és még emellett van egy fontos építkezésünk, az pedig az új orvosi rendelőnek, szakrendelőnek az megindulása. Az a helyzet, mint mindenki tudja, megváltoztak a körülmények, az építőanyagárak elszabadultak, munkaerő probléma is van, úgyhogy most éppen áttervezésben állunk ez ügyet tekintve, de meg fogjuk oldani, és talán az ősz folyamán elkezdhet a konkrét építkezés is. Többen felvetették itt az utcafelújítások kapcsán, azt hitték, hogy már elhalt ez a program, mert nem látják a napokban, hogy az útfelújítások megkezdődnének. Minden kivitelezést hosszú előkészítő munka kezd meg, tehát mi bemondjuk az örömhírt, hogy megkezdjük azokat a munkákat, de utána még megkezdődnek a kivitelezési munkáknak az előkészítő fázisai, és néha több időt vesz igénybe az előkészítés, mint a végrehajtás. Úgyhogy az Ady Endre, Kuruclesi, Vadász utca, Rigli utca, Felkeszi utca és Hunor utcai lakók tartoznak abba az utcafelújítási ütembe, első ütembe, akiknél elkezdjük az útfelújítási munkálatokat. A legjobb szerkesztő az interjú alanyát is kanyarodott polgármester asszony az egészségügyre, az egészségház kapcsán, ami egy kiemelt téma Budakeszin az elmúlt években mindenképpen. Ehhez kapcsolódva számos program is volt, illetve lesz a jövőben. A Buda környéki egészségprogram részeként második alkalommal jöttek szűrőbuszok Budakeszire. Nagyon sokan jöttek el most is, nagy volt az érdeklődés, nagy volt rá az igény, és azt gondolom, hogy a megelőzésre nem lehet elég energiát fordítani. Ezek a programok is, az egészséges táplálkozás, a mozgás, a figyelemfelhívás, Ban és az önkormányzat együttműködik az Országos Korányi Pulmonológiai Intézettel és a helyi orvosainkkal. A jelenlegi programok arra irányulnak, hogy az ősztől induló képzések, tehát ugye az egészséges gyermekkor, tehát a gyerekek alapozzák meg
a jövőt, úgyhogy az ő egészségtudatosságukkal is nagyon fontos foglalkozni. Ezt pedig úgy tudjuk megtenni, hogyha azoknak a pedagógusoknak nyújtunk olyan szakmai és egyéb támogatást, amivel ők is érdekelté válnak és fontosnak látják ennek a programnak a végrehajtását. Úgyhogy most a nyár végén tervezünk egy kétnapos workshopot, vagy ilyen kis napközistábort, ahol olyan programokkal, olyan szakmai anyagokkal támogatjuk meg őket, ami az örömteli testmozgás, ciki a cigi cím, drog megelőzés és egészséges étkezés témakörében dolgozzuk fel ezeket a problémákat, hogy valamiképpen ennek a programnak a nagyköveteivé váljanak ők is, és szeptembertől pedig ezeket az új ismereteket tovább tudják adni a gyerekeknek. Az egészséges életmódhoz fontos alapfeltétel az, hogy minél egészségesebb legyen a környezet. Úgy tudom, hogy a zöld munkacsoport tagjai nem unatkoznak. Nem, nagyon jól működik a zöld munkacsoportunk, és nagyon köszönöm, hogy önkéntes munkában sok budakeszi lakos eljön és érdeklődik a helyi ügyek iránt. Az egyik nagy akciónk volt idén az ágdarálás. Nagyon sokan igényelték, sikeres is volt, de amellett vízgyűjtő edényeket és komposztáló edényeket osztott ki az önkormányzat. Ezeknek a költségének a felét az önkormányzat vállalta be, 1,5 millió forintot fizettünk, és 175-en jelentkeztek a komposztáló edényre, 175-en pedig a vízgyűjtő edényre. Összességében a keret 50-50 fős volt, a képviselőtestület ezzel szerette volna indítani a programot. Délután 2-kor tettük fel a hírt, és másnap reggel 9 órára már 175-en jelentkeztek, akkor kénytelenek voltunk a költségkeret miatt lezárni a programot, azzal, hogy majd ha lesz további költségvetési mozgásterünk, akkor ezt újból meghirdetjük. Nem utasítottunk el senkit, tehát az 50 fő fölötti jelentkezőknek a költségét aztán a képviselőtestület kipótolta, és én úgy látom, hogy nagy a siker, többen el is mondták, hogy a minapi esőzések során már a vízgyűjtő edények meg is teltek, és milyen jó dolog is esővízzel locsolni a kerti virágokat adott esetben. Vagy a fákat, amelyek 70 darabbal bővülnek majd szintén ősztől. Igen. Egyébként egy tündérkertben a minap az Árpád-Fejedelem téri iskolánál elültettünk több őshonos gyümölcsfát. Én magam is egy büszke birtokosa vagyok egy őshonos barackfának egyébként, úgyhogy nekem is majd oda kell figyelni a dolgokra, locsolni, gondozni az én kis fámat, de mellettem számtalan más budakeszi lakos is örökbefogadott egy-egy kis őshonos gyümölcsfát, de emellett valóban egy programon nyertünk 70 darab fát, amit pedig össze fog elültetni az önkormányzat, és nem csak hogy elültetjük, hanem a fák kezelésével, és egyáltalán ezzel a témakörrel kapcsolatosan edukáló programok is lesznek Budakeszin.